Akvon. Sportosat. Irodónk vendége Zúriák József, a Ferencváros egykori labdarúgója, az MB3-as Reac vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket én is! Megpróbáltam utána nézni, valószínű, hogy a hírforrások nem voltak tökéletesek. Mivel sok csapatnál nem láttalak téged vezető edzőként, felnőtt csapatnál. Vezetőedzőként Dunakeszin kezdtem MB3-ba, és utána még dolgoztam vezetőedzőként a BVSC-nél 2 évet, és Maldív-szigeteken a Klub Valencia csapatánál. És emellett a Ferencváros utánpótlásában több korosztálynál is voltam vezetőedző. Igen, de most a felnőttél van arra. Igen, igen, tehát ezek voltak, és hát ez mellett nagyon komoly szaktekintélyekkel dolgozhattam együtt, mint Temesvári Miklós, Vicskei Bertalan, Sisa Tibor és Simon Antal, akik a bizalmukba fogadtak, és nagyon jól tudtunk közösen dolgozni. Azért is vezettem fel így a beszélgetést, mert kíváncsiak arra, hogy mennyire lepődtél meg azon, hogy a Reac megkeresett téged Mátyus János távozása után. Meglepődtem, mert én nem vagyok az a típus, aki hívogat embereket, hogy szeretnék elhelyezkedni. Valahogy engem úgy voltam vele, hogy engem mindig úgy megtalált a munka. Uh-huh. És most is kaptam egy telefonhívást, hogy érdekelne-e a Reac vezetőedzői pozíciója. És hát mondtam, hogy természetesen érdekelne. Rögtön kapásból? Igen, rögtön mondtam, mert hát a Reac az egy nagy múltú klub Magyarországon. És hát a Forgács József elnök urat úgy Vicskei Bertalanon keresztül azért ismertem is. Uh-huh. És tulajdonképpen, ahogy az elnök úr később elmondta, hogy tulajdonképpen azért is esett rám a választása, mert őnála Vicskei Bertalan volt a Magyarországon a number one edző. Aha. És aki így a bizalmába fogadott engem, akkor az számára biztos, hogy nem lett rossz választás. És mit mondott, mi az elvárás veled szemben? Hát azt mondta, hogy szeretné újra a Reacot lépésről lépésre felvirágoztatni ebbe az új évadban. Szeretné, hogyha leraknám egy olyan csapatnak az alapjait, amivel a következő szezonban már neki tudnánk menni a feljutásért folytatott küzdelembe. Tehát, ha jól értem, akkor 2014-2015-ös bajnokságban még nem az a cél, hogy feljussatok az NB2-be? Azt mondta, hogy hát itt is azért most már meghatározott cél. Tehát azt szeretné, hogyha ebbe az évbe leraknám egy csapat alapjait, és az első 5-be azért odaérne a csapat. Mm. Nem sértődne meg akkor se, hogyha feljutna esetleg, de kimondottan a következő évben lenne az a cél, hogy feljusson a csapat, és hosszú távon szeretné, hogyha Újpalotának lenne egy stabil MB2-es csapata. Értem. Ezek szerint akkor hosszú távon gondolkodik benned is, illetve a Reacba is, mert korábban felmerültek olyanok, hogy most elmegy, nem megy el, marad, támogatja a Reacot, vagy sem a Forgács úr. Ezek szerint akkor marad és hosszú távon gondolkodik. Igen. Szerződés is így szól, vagy egy ilyen megállapodás csak? Hát a szerződésben azt mondta, hogy azt írjuk bele, hogy 1+1 év, uh-huh. De hogyha ő látja ezt a fejlődés, hogy itt egy épület csapat, akkor biztos, hogy hosszabbítunk, és hát a csapat előtt is elmondta, hogy ő hosszú távon gondolkodik bennem. Mm. Tehát viccesen vagy nem viccesen mondta ott az évnyitó vacsorán, hogy reméli, hogy megtalálta a Reac Fergusonját bennem. Na. Hát minden esetre, hát eddig igaza volt Vicskei Bertalannak, Isten nyugasztalja szegényt. 2 meccs, most csak a bajnoki meccsekről beszélünk, mert ugye tulajdonképpen Magyar Kupa meccsen mutatkoztál először a Reac kispadján, abszolváltátok, ugye tovább jutottatok. És tehát most már volt 2 mérkőzés itt az NB3-ban, mind a 2 mérkőzést megnyertétek, úgyhogy 4 gólt is lőttetek. Forgács úr Törökországból, mert ugye most családjával együtt Törökországban pihen, felhívott téged?
Nem hívott fel, egy SMS-t küldött nekem. Hát nem tudom, hogy publikus-e az SMS, de hát azért elmondom, hogy hát azt írta, hogy ilyen edző kell nekünk, ilyen edző pompás, és gratulálok. Uh-huh. Úgyhogy hát remélem, hogy ez egy-két év múlva is ezt fogja mondani. Mert ez, épp beszélgettük, hogy nem is az a szép ebben, hogy két meccs, két győzelem, hanem az, hogy mindegyik meccsen négy gólt tudtatok szerezni, és mi több, vagy te ezt megerősted, nem az, hogy van egy ember, akinek éppen kijött a lépés, hanem itt a csapatról lehet beszélni. Igen, igen. Tehát én elmondtam, mikor ide kerültem, hogy én csapatban gondolkodom, és a csapat nálam szent és sérthetetlen, és tehát óriási dolognak tartom azt, hogy mind a két mérkőzésen 4-4 gólt szereztünk, és mind a két mérkőzésen mindig más ember rúgta a gólokat, tehát nem egy emberre épül a góllövésünk. És ez egy óriási pozitívum. Akkor a csapat már úgy kialakult, akkor ugye? Most már megvan, hogy a stabil? Hát ez egy alakulóban lévő csapat, tehát ez egy nagyon fiatal csapat. Tehát ezt tudni kell, hogy ezen a két mérkőzésen a cserékkel együtt mind a két mérkőzésen 10-10-22 éven alatti játékos lépett pályára. Úgyhogy... Ők a Reac sportiskola növendékei, vagy máshonnan lettek igazolva ezek a fiatalok? Hát a nagy többsége a Reac sportiskolában nevelkedett, de volt, aki én hoztam ide, volt, aki már korábban ide került. Tehát itt nyáron egy komoly feladat volt az, hogy a tavaly éppen csak bennmaradó keret, amelyik meg is gyengült, tehát egy új csapatot kellett építeni. És hát nagyjából azért úgy két héttel a rajt előtt állt össze igazán a keret. De hát még vannak sajnos sérültjeink, hiányzóink, mert hát azért NB3-on szinten azért sikerült két külföldit is igazolni, de ez a két külföldi még egyszer se tudott pályára lépni, tehát a szerb támadó középpályásunknak az egyik edzőmérkőzésen eltörték a nagylábúját, és van egy ukrán belső védőt sikerült igazolni, aki még mindig a vízumát intézi Ukrajnába, és hát valószínűleg a héten meg fog érkezni. Úgyhogy egy-két fordulón belül már remélem mind a kettőre számíthatok. Amúgy erre adsz, akkor ez egy fiatal csapat lesz, fiatal? Igen, igen, ez egy fiatal csapat lesz, tehát itt építkezés, ahogy az elnök úr is kérte, hogy építkezzünk, rakjam le egy olyan csapat alapjait, de természetesen én úgy gondolom, hogy a fiatalok is akkor tudnak kiteljesedni, hogyha a tengelyben azért van mellettük egy rutinos mag. Kik a rangidősek a Reacnál? Hát a rangidősek a Kollár Zsolt, aki a belső védőnk, hoztam még középpályára is egy rutinos játékos Lászka Balázs személyében, és hát előttük van a Kis Tamás, hát ő még azért nem öreg, 26 éves, de hát ő már régóta ott van, meg hát NB1-es múlttal rendelkezik, tehát ez a tengely, és hát ez mellé szántam ezt a két légióst, és hát ez a mag köré a tehetséges fiatalokból egy De akkor most nincsenek olyan nagy nevek, mint annó volt a Lisztes, vagy akár volt a Bőrzoli, ugye a Reacnál ott most... Nincs. Tehát... Szándékosan nem akartatok? Most nem akartál most úgymond már kiöregedő félben lévő egykori profi játékost odahozni? Nem, hát eleve úgy lett meghatározva azért, hogy építkezünk. Mm-hmm. Tehát az építkezésben én úgy gondolom, hogy egy fiatal magra kell építeni a jövő csapatát. De az veszélyes is lehet. Hát veszélyes, mert azért a fiatalok itt az elején minden nagyon nagy a bizonyítási vágy bennük, de azért egy fiatal játékosnak azért elég hullámzó még a teljesítménye. De hát bízom benne, hogy ahogy nekik is elmondtam, hogy itt van két-három olyan játékos, aki nagyon jól indult fiatalkorában, óriási tehetségnek számított, és volt egy törés a pályafutásába, és úgy gondolom, hogy most ebből a törésből itt a Reacba élvezve az én bizalmamat meg tudják újra mutatni azt a képességet, ami bennük rejlik. A Reac otthon játszott az első mérkőzését, ugye? Ki is volt az ellenfél? Monor. Monor.
Gondolom, emlékszel mindenre, így arra is vezettetek, aztán végül is a Monor átvette a vezetést. Ugye Monor vezetett 2-1-re a Reac pályán. Ott akkor, adott pillanatban mi játszódott le benned? Első meccs, és vezetetek 1-0-ra, és az ellenfél fordított. Igen. Hát érdekes találkozó volt, mert az első fél időt uraltuk, végigvezettünk 1-0-ra, és nem volt benne egyáltalán a játékban ez a fordulat. Második fél időt is jól kezdtük, és utána két hibánkat megbüntette a Monor, de őszintén mondom, nem ijedtem meg, mert annyira benne volt a játékban az, hogy ezen a mérkőzésen nem veszíthetünk, hogy továbbra is bíztam a fiúkba, és biztattam őket. És ami külön pozitívum még, hogy csapatként jól működünk, mind a két mérkőzésen a cseré mindig hozzá tudtak tenni. Itt a Monor ellen is a cserék tettek hozzá, vagy volt egy bűvös, amit mondtam, mert úgy tegyük hozzá, hogy utána még 3 gólt lőttetek válaszkép, tehát 4-2-re megvertétek a Monort. Tehát itt a Monor ellen a két cserejátékoson mind a kettő gólt szerzett, és hát most Maglódon is tulajdonképpen mind a két cserejátékoson gólt szerzett, a harmadik cserejátékoson meg gólpaszt adott, úgyhogy ez mutatja egy csapat erejét, hogy azért sikerül azért tűzbe tartanom a játékosokat, és mindenki hozzá akarja tenni a magáét, hogyha pályára kerül. Hát ha így folytatod, akkor lehet, hogy télen valamelyik NB1-es csapat el is visz téged. Nem gondolkozom ebben. Én, papírok megvannak? Mehetnél egyébként? Nem mehetnék, nem, mert prólicenszem még nincs meg. Szeretnéd egyébként? Hát annak idején beiratkoztam, még mikor Bicskei Bertalan volt a prólicensz vezetője, csak akkor a betegségem közbeszólt. De nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Természetesen én is az edző vagyok, aki mindig szeretne tanulni, fejlődni. Lehet, hogy eljön az idő, hogy én is meg fogom csinálni, de egyelőre jól érzem itt magamra, aztán nem gondolkozom abban, hogy most én... Persze, nem is kell neked ezen gondolkodni, majd az élet gondolkodik helyette, de megoldja. Felkínál lehetőség, hogyha... Meglátjuk. Nagyon nagy a bizonyítási vágy bennem, mert annak idején, mikor itt elmentem a Maldív-szigetekre, és ott úgy gondoltam, hogy most már érett vagyok arra, hogy igazán beinduljon az egyéni edzői karrierem is, és hát tényleg óriási siker volt. Ott mindjárt az első évben egy fiatal csapattal megnyertünk mindent, a bajnokságot, a kupát, másik évben a szuperkupát, ott elindultunk az ázsiai bajnokok ligájában, és hát sajnos utána a betegségem hozta ezt a törést, hogy nem tudtam folytatni ezt a vezetőedzői pályafutásomat, és hát a betegség után, hát hol is kezdhettem újra, hát újra a Ferencváros utánpótlásába indultam újra. Aztán utána még a futsal csapattal is foglalkoztál, ha jól tudod. Hát az csak egy rövid, csak a Fradi neve miatt beugrottam, de az nem igazán az én világom volt. Ha nincs ez a törés, nincs ez a harc, amelyet ugye a Blik szerint augusztusi számában ugye azt írta, hogy megnyerte élete harcát Zóriák József, leküzdötte a leukémiát. Én azért még nem kiabálnám. És hogy már nem kell gyógyszert szedned. Hála Istennek, igen, szépen haladok. Tehát már elhagytuk a gyógyszereket, de az orvosaim azt mondják, hogy tulajdonképpen 5 év után mondják azt, hogy gyógyultnak nyilvánítanak. Akkor jövőre? Hát most októberben leszek 4 éve, hogy megtörtént a transzplantáció. Uh-huh. És de hát ennél a betegségnél annyi buktató van, úgyhogy még nem dőlhetek hátra, tehát... De most semmit nem kell szedned, most, hála most, Istennek, most rendesen most már csak... Teljesen normális életet tudok élni, hál' Istennek, és hát remélem most már, ilyenkor azért nem nagyon szokott már lenni, remélem nem is lesz semmilyen probléma. Akkor végül is lehet tervezni. Hát én... Mármint most prólicenszre gondolok, itt még magasabb osztályra, mert ugye hát megtört itt a vezetőedzői karriere, de akkor lehet, hogy akkor most itt egy új... Hát én akkor lennék boldog, hogyha ezeket a célkitűzéseket tudnám teljesíteni, tehát a Reacszal ebbe az évbe az ötödik helyre odaérnénk, és a következő évben pedig ezt a
Forgács úrnak a célját, hogy újra a második vonalba szerepeljen Újpalota csapata, ezt tudnám teljesíteni nekem, most ez lebeg a szemem előtt, más célokat nem tervezek. De hát optimista ember vagyok, úgyhogy hiszek ebben, hogy ezeket sikerül majd elérni. Ha jól tudom, futballozol, ugye a Fradi Öregfiú csapatában még? Hát most próbálok újra vissza. Na most ugye a stadion avató, ugye, igen, hát az Öregfiúk Fradi Újpest meccsen már ott voltál. Igen, most már azért, miután elhagytuk a gyógyszereket, most már azért kezdhetek kicsit intenzívebben sportolni is. És hát nekem nagyon hiányzott ez a közeg ott a Fradi Öregfiúk, tehát ilyen turné meccseken már fél időket, 30 perceket játszottam, és hát ezen a stadion avatón is hát szerettem volna ott lenni, és hát ott is egy 10 percet sikerült pályára lépnem. Akkor most már rendszeresen fogsz majd a Fradi Öregfiúk csapatában játszani? Igen, most már megcsinálták az igazolásomat is, az Öregfiúkban ott már nem, mert azok már nagyon fiatalok, de az Old Boys csapatban, tehát a 45 feletti korosztályban ott össze már szeretnék majd pályára lépni. És akkor azzal időnként gondolom mentek el. Igen, meg hát természetesen van egy másik csapatom is, a Magyar Újságíró válogatott, és hát hozzájuk lejárok szerda, péntek délötönként mozogni, és ott tudom igazán úgy felépíteni magam majd szép lassan. Na, ez jó hallani. Edzőként is akkor most már beindult az élet, és tudsz futballozni és játszani, és élvezed is a játékot, ugye? Hát a játékot mindig élvezem, csak hát egyelőre még annyira nem esik jól a mozgás, tehát utol kell érnem magam fizikálisan, de óriási boldogsággal tölt el, hogy ott tudok lenni közöttük, és hogy támogatnak és segítenek, és tudok már esetleg gólokat is szerezni. Hétvégén otthon játszatok, ugye? Igen. Orosháza? Igen, egy komoly megmérettetés van, de hát én úgy gondolom, hogy itt az NB3-ban nincs egy könnyű mérkőzés. Nincs, csak ugye most azt, hogy két megnyert meccs után az ember, az, ugye már szurkolók azt várják, hogy otthon akkor élik nyerni. Így van. Tehát természetesen magunkkal szemben nekünk is az elvárás, hogy hazai pályán azért, hogy a céljainkat el tudjuk érni, a hazai meccseket azért hozni kéne. Tehát nem lesz egyszerű, de arra készülünk, hogy hétvégén újra otthon tudjuk tartani a 3 pontot. Előbb-utóbb, hogy jön a döntet, jön a vereség is, azért felkészültél erre? Hát természetesen, hát nagyon régóta benne vagyok a futballban, hát tudom, hogy nem lehet minden mérkőzést megnyerni, de mondtam a srácoknak is, hogy lehet veszíteni, de azt akkor úgy veszítsünk, hogy azért mindent megtettünk érte, és ha jobb volt az ellenfél, akkor meg gratulálunk nekik. Azt mondták mondani, hogy magyar játékosok egyik legnagyobb hibája a mentális probléma, nem tudnak küzdeni, hajtani, már mindenki elmondta, hogy mi ennek az oka, ugye már a gyerekkorban kezdődő problémákra utalva. Itt most engem az érdekelne, hogy ezt a dolgot te hogy tudod kiküszöbölni, hogy tudod rávenni az NB3-as játékosokat, hogy meghaljanak a pályán. Mert ugyanis, ha ez megtörténik, akkor a néző már elégedett. Igen. Tehát én kitettem az öltöző falára is egy, most nem fogom felsorolni, 10 mondatból álló ilyen tulajdonképpen motivációs ilyen hitvallást, és hát ebben benne van az, hogy soha ne add fel, és mindig törekedj a legjobbadra, tehát ez két, és hát ezt mindig számon is kérem rajtuk, hogy ezt próbálják. Ha látod egy egyébként jó képességű játékosodon, hogy nem hal meg a pályán, lehoznád? Természetesen. De hát hál' Istennek még ilyen probléma most nem volt, mert mondjuk még az elején is vagyunk, még mindenki bizonyítani is akar, meg be akar kerülni a csapatba, és hát ezt szeretném hosszú távon is fenntartani, ezt a versenyhelyzetet. Azt szokták mondani, hogy a kezdet azért nagyban meghatározhatja a folytatást, a jövőt. Élen álltok, ugye? Táblázat élén álltok. Második helyen vagyunk, második? Most gólarányról, igen. A Kozár Mislány egy vagy két góllal talán többet rúgott. Tehát ennyi. Igen, tehát ott vagyunk a spiccen.
ettől meg fog nőni az étvágyatok? Még bátrabban, még jobban mernek majd akár a fiatalok is játszani? Még jobban elhiszik, hogy érdemes feltúrni a pályát? Nagyon, én hiszek ebben, és el is mondtam nekik, hogy nagyon fontos, hogy jó rajtot vegyünk, mert az egy lendületet adhat, az önbizalmuknak is nagyon jót tesz, és lesz egy olyan helyzet energiája a csapatnak az ellenfelekkel szemben is, hogy azért egy tiszteletet biztos, hogy ezzel kivívunk magunknak, de hát itt nem szabad hátradőlni, tehát mindig a következő mérkőzésre kell koncentrálni, és azt kell megnyernünk, és abból a legtöbbet kihozni. De csoportban ki vagy kik a legnagyobb nevek, ellenfelek? Hát még azért annyira nem ismerem a mezőnyt, de van két csapat, aki kijelentette, hogy nekik egyértelmű cél a feljutás. Hát ez a Kozár Misleny, aki tavaly kiesett az MB2-ből, és a másik pedig a Vác, ahol nagyon jó körülmények vannak. Csank János Csank neve János. Garancia arra, hogy ez a csapat ott lesz. És hát ez a kettő az, aki ezekkel a célokkal fut neki. És akkor ott a Reac? Hát a Reac az érjen oda az első ötbe. Én azt mondom, mert Sisa Tibortól hallottam ezt a nagyon jó palóc mondást. Ő mondogatta mindig, hogy aki a templomtornyot nézegeti, az könnyen megbotlik. Tehát úgyhogy nem foglalkozunk ezzel, hogy most nem számogatunk, hogy most hol állunk. Orosháza, meg kell verni. Következő mérkőzésre koncentrálunk, Orosháza ellen kell kihozni a legtöbbet abból a meccsből, és hát egész héten súlykolom a fiúkban, lehet, hogy már unják is, hogy hétvégén mit kell majd csinálni, és hát győzni kell, nyerni kell. Csapat egyben van, vagy még erősödik is most Orosháza ellen esetleg? Hát egyben vannak a fiúk, és hát van már rá esély, hogy a Nemanja Perendics is esetleg játékra jelentkezik. Zárásként, mit szólsz a Ferencváros eddigi szerepléséhez? Természetesen figyelem a Ferencvárost, meg hát kint voltam az első mérkőzésükön is. A rajt nem rossz, egy dolog volt, hogy Pápán kikaptak, tehát az nagy meglepetés volt, tehát ott azért Pápán nem szabadott volna a Ferencvárosnak kikapnia. De úgy nézem, hogy azért lassan alakul a csapat, és ha ma megverik a Dunaújvárost, akkor ott vannak az élbolyba. Most ha egy Dunaújvárost otthon, mert ugye otthon játszik, így van. Nem verik meg, akkor... Hát, ugye? Ilyenre nem is gondolnak a Fradi szurkolók, meg gondolom a Dollék is. Szempontból jó jött ki nekik a lépés, hogy otthon fogadták a Nyíregyházát, most otthon fogadják a Dunaújvárost. Igen, nagyon jó volt a sorsolásuk, és tehát nekik az élen kellett volna állniuk, hogyha nincs ez a pápai baki. Nemzetközi kupában miért nem tudtak jól szerepelni? Miért szerepeltek ennyire gyengén? Hát ez jó kérdés. Tehát átalakult a csapat. Tehát az a tavaszi csapat, amelyik menetelt és beért a dobogóra, abból a csapatból a négy legjobb játékos eligazolt. És hát ezeket nem tudták még pótolni, és hát elég későn is alakult ki a keret. Korai volt még nekik ez a nemzetközi megmérettetés. De ez mindig így lesz. Hát így. De hát hogyha azt a tavaszi csapatot egybe tudták volna tartani, akkor azért más lett volna a helyzet. Csak erre mindig nagyon kicsi az esély, ugye? Hát igen. Ha jól megy a csapat, akkor mindig elviszik a jó játékosokat. Hát igen. És a pénznek egyik tulajdonos sem tud nemet mondani. Hát így van. Tehát ez egy ilyen. Hát igen, így nehéz. Akkor minden esetre Smár Fradinak akkor a bajnokságra kell koncentrálnia. Fradi, megnyeri a bajnokságot? Vagy a videóton azért az most nagyon egyben van is. Én drukkolok a Fradinak, hogy nyerje meg a bajnokságot, de az még nagy falat lenne nekik, én úgy gondolom. Tehát én azzal is azt mondom, hogy ha a Fradi odaérne a dobogóra, akkor az már a szép siker lenne. Mert most úgy gondolom azért, hogy két-három csapat előrébb tart most, mint a Ferencváros. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További szép sikereket a Reac kispadján is. Köszönöm szépen. További sportosat.
A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birka.